Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Percelmor Technikum és Kollégiumban a megújult szakképzési rendszer adta keretek között a most 8. tanulók 6 ágazatban 8 szakmai kimenettel választhatnak az 5 éves technikumi, illetve a 3 éves képzések közül, mondja az igazgató. A gyakorlati oktatás feltételeit intézményünk az épületgépészeti, fa és bútoripari, kereskedelmi és szociális ágazatok területén a 9. évfolyamokban, az iskolai tanműhelyekben, demonstrációs tantermekben biztosítja. A felsőbb évfolyamoknak pedig minden tanuló számára külsős gyakorlati helyet biztosítunk. Oktatási módszereinkben kiemelt szerepet játszik az eszköztudás fejlesztése, az egyéni tanulási utak támogatásán keresztül az élethosszig tartó tanulás eszközrendszerének megismertetése, szokássá, napi rutinná növelése. Nagy hangsúlyt fektetünk az informatikai ismeretek oktatására és az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére. A diákokat magas szinten készítik fel az érettségi vizsgákra. És a felsőfokú oktatási intézményekbe felvételizni szándékozó tanulók számára igény szerint biztosítjuk az elmált óraszámú képzést. Itt fontos megjegyeznem, hogy akik a technikumi képzési formát választják, és később tovább szeretnének tanulni az adott területen, azok jelentős előnyhöz juthatnak a felsőoktatás felvétel során. A fiatalok és családjuk számára az sem elhanyagolható szempont, hogy a szakképzés választó perccel bejelentkező tanulók ösztöndíját, a duális képzés keretében pedig munkabért kapnak, tanulmányaik végén pedig pályakezdési támogatásban részesülnek. Az intézmény infrastruktúrája és az oktatási tárgyi feltétel rendszere az elmúlt években jelentős fejlesztéseken mentek keresztül. Diákjaink megújult iskolaépületben, a Jókai Mór utca 3-as szám alatt modern, komfortos környezetben tanulhatnak. Tervezett képzési kínálataink a 2023-24-es tanévre, a technikum 5 éves képzés, épületgépészet ágazat, épületgépésztechnikus, gazdálkodás és menedzsment ágazat, pénzügyi számviteli ügyintéző vagy vállalkozási ügyviteli ügyintéző, informatikai stávközlés ágazat, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus. Szakképzőiskola esetén 3 éves képzés, épületgépészet ágazat, központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelő, fa és bútoripar ágazat, asztalos, kereskedelmi ágazat, kereskedelmi értékesítő, szociális ágazat, szociális ápoló és gondozó. Intézményünkben a felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján döntünk, nincs külön felvételi vizsga, egyes szakmák esetében a felvétel feltétele az egészségügyi követelményeknek való megfelelés igazolása.